Hello mindenkit, Rakószalat, és mint láthatjátok, ez nem más, mint egy újabb Minecraft tutorial videó. Méghozzá a mai napon nem Redstone-nal fogunk foglalkozni, pedig akár azzal is foglalkozhatnánk, mivel valószínűleg ugye hát a tutoriálokból arra számítotok, de a mai napon nem mással fogunk foglalkozni, mint egy vasfarmal, ezzel a gyönyörű vasfarmal itt. Ezzel bizony. Nem mással. Ugye beszélünk arról, miért éri meg, hogy kell csinálni meg, miért kell egyáltalán megcsinálni, mert hogy meg kell higgyetek nekem. És ilyenek, és nagyon gyorsan kezdjük is elmagyarázni, hogy amúgy mi ez, hogy működik, mit csinál, és miért van itt egy csapat szerencsétlen falusi. Ez a nem más, mint egy vasfarm, technikailag ez egy általunk megépített falunak a... mondhatnánk, hogy modellje, igazából ajtóink megvannak, faluseink megvannak, és maga a falunk is megvan. Mint amíg társul hozzá egy kivégző egység és egy láda, ami gyűjti a végén a lootot. Igazából amúgy ennyi. Tehát, hogy annyi a lényege, hogy láthatjátok ezeket az ajtókat. Ugye mindegyik ajtó befele néz, ugye a falu, idézőjeles, nyusziföles falunak a közepére, mint láthatjátok. És van egy olyan szabály a Minecraftban, hogy 11 falusi után egy falu elkezd vasgólemeket spanolni a falusiak védelmére. Mi ezeket a vasgólemeket? Begyűjtjük, vízmosással lemossuk ide, és itt meg megöljük őket egyszerűen a lávával, és a lávából szépen hopperekkel instant összeszedjük a cuccokat, amiket dobnak, különben szétégetni a láva. Azért van itt ez a kis kivégző szerkezetecske, és ugye a hopper soráján pedig van egy láda, ami összeszedi a dolgokat. Ugye itt vannak a faluseink, kicsit több mint 11 talán, eltúloztam egy pindurit. De akkor nézzük is meg a szabályokat, hogy hogy kell ezt megépíteni. Ugye a legegyszerűbb és a legjobb, hogyha egyetlen egy chunkban van maga a falu, avagy a chunkok, amiben belelóg, az teljesen lefoglalja, és nem tud a farmon kívül spawnolni semmi. Ezt úgy nézhetjük meg, hogy F3 plusz G, és ugye ez kijelöli nekünk az adott chunk határokat. Egy chunk határ az 16 blokk széles, és egy ilyen chunk szegmens, azt hiszem 12 blokk magas, ha jól tudom. Igen, ez 12 blokk magas, ha jól emlékszem. Bizony. És ugye ebbe a chunkba kell teljesen elhelyezkednie. Én igen, a falusiak azok jelen pillanatban egy kicsit kívül lógnak ebből a chunkból, de igazából ugye megvannak és a faluhoz tartoznak. Magának a farm és a spawn területnek kell belelógni egy teljes chunkba, és ha azt megnézitek, az teljesen egy chunkba van, tehát ez egy 16x16-os építmény. És ja, ugye itt ki is vannak jelölgetve a kis határok, és igen, 12 még fel is írtam magamnak, mert látszom, hogy ez 12 blokk magas. Bizony. És ugye, hogyha úgy építenénk meg, hogy valahol még átlógna a maga a spawn felület, akkor azt úgy bele kell húzni, és akkor lehet így egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb, és akkor variálhatunk a vízfolyással az örökkévalóságig, és nagyon rossz. De hát akkor ám, nézzük is meg, hogyan működik, és hogyan kell ezt a szerkezetet ugye megépítenünk. Na, generáltunk is egy új világot, mert ugye azt kell tudni ezekről a falvakról, hogy azt kell tudni róluk, hogy 100 blokk távolságra, ilyen 110 blokk távolságra kell lenniük egymástól a falvaknak, hogy működjenek, mint falu. Igazából itt csak így kiveszünk materiálokat, amik ugye kellenek, azért kell glowstone is. Na, a glowstone-t voltam meg, így talán megbeszélj. Mi kell még? Kell majd láva, kell majd, ez nem kell, kell majd víz, kell majd... Aha. Sima villager. Illetőleg kell majd nekünk hopper, és kell majd nekünk ja, hopper és tábla. Tábla bizony, bizonyám tábla. Úgy, és meg is nézhetjük, akkor elkezdhetjük ugye a legelső ilyen kék chunk magasságtól építeni. Ugye felmegyünk 12 blokkot, és így jobb esetben nem zavarunk be semmit. Hogy? És már építjük is a 16x16-os kis négyzetünket. Lehet 5x5-ös is igazából. És akkor ugye csak 10. Úgy. A 16-os a legjobb. Szerintem addig én ki is vágom, hogy ezt a kis spawn felületet össze...
No, és már meg is építettem a két platformot, mit kell róla tudni, hogy kiszámolunk innen az oldaláról 8 blokkot, és ugye a 8 plusz a mellette lévő 9-től beindulva 8 blokkra ütünk ide egy négyzetet, és onnan még egyet-egyet kiütünk, ezt majd meglátjátok miért fontos, illetőleg bizony, illetőleg fogjuk, és elkezdjük lerakosgatni a határokat, ugye magát a spawnnak a határát. Ezt igazából csak a fenszíség miatt építettem az előbb annyira belülre, de ezt építhetitek nyugodtan így kívülre, mert ugyanúgy fogjuk a ugyanúgy a spawn felület fogja magát a chunkot, tehát ugye a teljes chunkot lefedjük vele, és magával a spawn felülettel nem lógunk ki a dologból. Ugye a legfelső szinten nincs más dolgunk, mint körbeépíteni az egészet, mindjárt megértitek a mechanizmust amúgy, hogy működik. Ide pedig amúgy érdemes glowstone-okat rakni. Miért is érdemes? Ugye a szörnyek ne spawnoljanak ide. Nagyon-nagyon-nagyon egyszerű módon. A szörnyek ne spawnoljanak le ide. Majd ugye ezt körbe kell ugyanúgy építeni. És most egy kis vágás lesz, még ezt körbeépítjük. Na és már itt is vagyunk, és ugye nagyon gyorsan be is raktuk a víz szetapolásához szükséges dolgokat, két blokk a talajtól, illetőleg 1, 2, 3, 4 blokkra ki a két szélére, és úgy folyamatosan csökkenőbe, látjátok. 4, akkor igazából 5 blokk, 4 blokk, 3 blokk, 2 blokk, 1 blokk, ha stréhen haladtok, és erre így fel is szetapoljuk szépen a vizet, és nagyon sietnem kell, mert elfogok kis munkából, és még fát is kell behoznom. Fuck. Bizony, erre így szépen be is szetapoljuk a vizet, majd megépítjük az alsó szintet. Ugye ez azért kellett, hogyha látjátok, ez csak oda folyik. És ilyen nem folyik túl. Majd itt is szépen berekük a majdani visszatáphoz szükséges dolgokat. 5, 4, 3, 2, 1. 2, és akkor az 5, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ugyanígy. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. És ugyanezt megcsináljuk egész végén. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ugye, majd berakjuk az ajtókat a helyére. Ugye ezt nem máshogy fogjuk megcsinálni, mint ugye egy blokk emelés. Így, így emelünk az egészen egy blokkocskát. Úgy, majd amúgy ide a sarkokba is rakunk glowstone-t, természetesen. És tényleg sietnem kell. Ó, mindenek anyja. Így, úgy, még ezt is itt gyönyörűen kihúzzuk itt. Ugye ez a kis kiugrasztás azért kell, hogy a spawn felületet megfelelően maximalizáljuk. Sem másért igazából. Ugye az ajtóban nem spawnolnak be, hanem a falu közepére. És igazából még nagyon fenszizni akarjátok, ide is rakhattok be glowstone, de minek? És kajánlom nem is kéne. Úgy, majd én ezeket a glowstone-okat felszoktam itt húzni eddig. És újabb kis vágásom, eddig ugye ez körbe lesz építve, de még azért megmutatom az ajtó tematikát, hogy kell lerakni. Itt van ez. Kavics. Kavics. Ugye ez fontos, mert bizonyos számú ajtóval dolgozunk, és muszáj minden ugyanannyi legyen. Szóval kavics, kavics, majd elkezdjük, így háttalálunk az egész spawn felületnek. Ajtó, 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 ajtó. És így kell kinéznie egy ilyen felületnek, illetőleg még ide a tetejére kell, vagy lehet, ezt pontosan már nem tudom, hogy megváltoztatták-e, de régen kellett ide szórni ajtókat. Úgy. Ajtó, 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 ajtó. Mondom, ajtó, és ajtó. Úgy, és figyelnünk kell arra, hogy ezek így erre nézzenek, és a belső oldalt kapják el, mert ha kifele állnak, akkor ugye az nem jó. Akkor ugye elkezd megtörténni azt, hogy nincs a falunak közepe, és random akármerre tudnak igazából, mi az, nincs a falunak közepe, és nem spawnolnak sem erre az Iron Golemek, mert nincs falunk igazából. Ahova az Iron Golemek olyan nagyon tudnának spawnolni, hiába van, hiába szedtünk össze 6x10-23-on falusit. Az is egy érdekes dolog amúgy, a falusiak összeszedése. Majd azt egy másik Minecraft tutorial videóban mondom el. Úgy, és ide beszetapoljuk az utolsó ajtósort. Ugye mondom, a legegyszerűbb verziója ennek az 5x5-ös. Tehát, jajám, jajám. Ez egy picit maybe nagyobb. Úgy, ugye ez ide szépen be van setupolva, elvben minden működik, már csak a víz kell,
Egy víz ide. Egy víz ide. Víz ide. Víz ide. És ha minden igaz, ez elfolyik addig, ameddig nekünk kell. Gut. Úgy, majd a következő lépés jön, meg csak a falusiak, mondanám, hogy zacskójá, tehát ez így elég rosszul hangzana, ambátor, de csak egy ilyen kis spawn felületet, ezt csináljuk így is. Ami még talán legjobb, és akkor nem tudják a falusiaink ész nélkül nyitogatni az összes ajtót. Úgy volt ez, itt volt, akkor ez ide. Úgy, illetőleg, hát még azért oldalra be lehet dobni egy adag sort, hogyha úgy van, hogy csak két fal, adag blokkot, hogyha két falusink van és szaporítjuk őket, akkor ugye gyorsan ne legyen az, hogy ki tudnak ugrálni, illetőleg glowstone, vagy ide így, vagy hogy én szoktam, mert fancy és szebb, berakom így a sarokba, úgy néz ki, csináljuk nekik a szép kis tasakot, úgyni. Majd fogjuk és beszpannoljuk a falusiakat. 11 darab kell. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, tök mindegy, de az anélkül, hogy 11-en legyünk fölül. Úgy, majd bezárjuk ezt a szütyőt, mert hogyha beléjük csap egy villám vagy valami, akkor boszorkányok lesznek, és az nagyon rossz. Úgyni. Most nem fogunk más csinálni, megépítjük a kivégző részt. Ugye a falusiak be vannak setupolva, kell tennünk. Hát ezt majdnem így terveztem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, közéljük blokk, 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 blokk. Úgy, né. Majd ugye üveg, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ja, és a legjobb monster spawner ez, esküszöm, alá fognak mindjárt gyűlni a zombik, mert ez nem is kevés. Hogy igazából, ja, ennél jobb monster csapatást tudok képzelni, mint hogy alárakok egy csomó kaktuszt meg ilyenek. Igazából az ajtók számával lehet variálni, lehet ilyen két-három sor ajtót lerakni, meg ilyenek, tehát hogy az igazából már állam a válogatja. Beszetápoljuk a hoppereket, úgy, ez lesz a fő hoppersorunk, ez. Ebbe belenéz a következő hopper, amiben néz a többi, ami onnan jön. Így shift megnyomásával tudunk rákattintani amúgy még egyszer hopperrel a hopperrel. Úgyhogy ne lépjünk bele az inventoriába. Úgy is akkor ez be is van setupolva. Következő a tábla. Lerakunk ide egy táblát. Még egy táblát. Nem, ez talán túlra szerintem. Egy tábla, még egy tábla. Jó. Majd ide is egy tábla. Még egy tábla. Jó. És nyomunk egy shiftet és rákattintunk a táblára. És táblasorra, táblasorra. Shift, tábla, shift, tábla. Úgy, shift, tábla, shift, tábla. És erre már nem tudunk rakni, mert ez már be van. Jó. Következő a láva beszatapolása. Ez is egy egyszerű folyamat. Arra figyelnünk kell, hogy véletlenül se folyassunk rá vizet, mert akkor viszont obszidiánt kell mindenkit eltüntetni, és ez egy kicsit nehezebb. És igazából ennyi is lett volna ez a farm tutoriál, ennyi lett volna maga a vasfarm tutoriál, mint mondtam, a faluknak minimum... Aha, hát ezt nem ide kellett volna rakni, hanem a végződéséhez, ami... van valahol. Tudom én, tudom én, tudom én. Bizony, hogy van. Ambátor merre? Ja, mert a szoldalakat nézek. A végződés. Úgy. Ennyi is lett volna ez a kis farm tutoriál. Még fogjátok, beledobtok egy chestet. Egy, még egyet mellé, hát most nagy lesz a hozam, ezt ki is tudjátok nyitni, így. És igazából nincs más dolgotok, mint AFK-zni megfelelő mennyiségben, és várni a spawnolást. Mind addig a falusiak meg el lesznek egy blokkon 60-an. Ne kérdezzétek miért, de el lesznek addig ott. A vasgólemek ide meg szépen be fognak csak úgy spawnolgatni maguktól, ne aggódjatok. Ha beszpawnol egy ide, blugy, 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 akkor le fog innen úszni, beleesik a lávába. Két blokk. Most elgondolkoztam, hogy egy izé mekkora. De tudjátok mit? Azért én rakok ide még egy sor hoppert. Biztonság kedvéért, mert most hirtelen nem jut eszembe, hogy mekkora egy iron golem. Aha, és ezen nem látok át. No. Hogy? Átlátom. Na, szóval, bemosódik ide a... az Iron Golem itt elég, és ami kiesik belőle, azt egyből felveszik a hopperek. És ennyi igazából az egész történet.
Új, de szerintem mi nem kell ide ez a hoppásor, nagyon őszintén. Úgy érzem. Na mindegy. Ezt majd döntsétek el, ti, hogy nektek hogy működik. Én szerintem ez így fog működni, így a legbiztonságosabb. És bizony, mostantól kezdve spannolódnak is itt majd az Iron Golemek. Csak ugye AFK-zni kell hozzá, és ez a chunk mostantól itt egy falu. Bizony, és ugye nincs a közelébe falu, mert ugye ez a mob nem generál struktúrákat, tehát nincs közelébe falu, meg semmi, hanem ezek szépen maguktól el fognak itt kezdeni dolgozni, és ugye elkezd majd bespannolódni az összes Iron Golem, még azzal tudjátok esetleg a dolgot növelni, hogy raktok még ajtókat, ugye raktok ide egy sor kavicsot, ide egy sor kavicsot, és még raktok ajtókat ugyanezzel a módszerrel, ahogy én raktam. Roka 26 voltam, remélem, hogy tetszett a videó, és remélem megépítitek, jó építgetést a következő videóig is. Sziasztok! Ja, és körülbelül olyan 10-15 perc, mire egy Iron Golem leszpannol, és egyszerre csak egy lehet a faluban, tehát azért kell őket nagyon hamar kivégezni. Én szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!